játszunk. Sokan kérdeztétek, hogy PUBG ez milyen részét beállítás használnak, illetve hogyan kell ezt telepíteni. Szóval a mostani videóból meg is fogom ezt nektek mutatni. A legfontosabb dolog, hogy a leírásban megtaláltok minden hasznos információt, amit igazából a videóban megmutatok, hogy hogyan kell telepíteni, meg stb. Az első szempont, hogy bele kell menni, ahova telepítettétek a Steamet, és meg kell keresni a PUBG-nek a indító ikonját, ami igazából 54 MB, de ezt el is mutatom nektek. Továbbá fontos, hogy kövessétek azokat a pontokat, amiket én csináltam, mert hogyha máshogy csináljátok, nem lesz jó. Szóval fontos mindent ugyanúgy csinálni, ahogy én. Ki fogja nektek adni, hogy miket szeretnétek telepíteni. Én most ide a listába kiírom, hogy nekem mi van telepítve, és hogy a videó végén meg fogom mutatni, hogy hogyan is vannak nekem beállítva. Szóval, hogyha olyan képminőséget, színminőséget szeretnétek elérni, ami nekem van, akkor amit ide kiírok egy lista, ezeket pipáljátok be, a többit pedig pipáljátok ki. Utána, ha ezzel végeztünk, nincs más dolgunk, mint belépni a PUBG-be és nyomni a Shift F2-t, és ki fogja adni nekünk egy ilyen kis menüt, ahol jobb felső sarokba a plusz jelre kattintva csinálnunk kell egy új profilt, és hogyha ezzel végeztünk, akkor ki is fogja adni a dolgokat, hogy amiket mi feltelepítettünk a játékhoz, és akkor innentől kezdve már csak állígatni kell a színeket, amit igazából egy szerveren be is tudsz saját magadnak állítani, de láthatjátok, hogy nekem hogy van beállítva. Hogyha nektek ez tetszik, ami nekem van, akkor nincs más dolgotok, mint beállítani ugyanígy ezeket, ahogy nekem van. Ha bármiféle kérdésed lenne, kommentbe tedd fel, és válaszolni fogok rá. Vagy ha segítség kell, nyugodtan szólj, tényleg segítek. És hogyha hasznosnak találtad a videót, akkor nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel. És a következő videóban találkozunk. Sziasztok! I'm gonna turn around and take what's mine.